gyerekzenétől és a kicsik nevetésétől volt hangos vasárnap délelőtt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény falai között ugyanis farsangi játszóházat tartottak. A gyerekek közül többen jelmezt is húztak, de a kézműves standoknál is sok mindent kipróbálhattak. Például filcből kivágott formákból varhattak farsangi fánkot. A Vosinszky-Mór megyei múzeumból jöttünk, és ott van egy ilyen kézműves varrós foglalkozás, varródoboz a neve. Ez havonta szokott lenni, mindig az adott hónap hoz kapcsolódóan, tehát egy adott hónapban, hogyha van egy ünnep, akkor ahhoz kapcsolódóan. Amíg a gyerekek kézműveskedtek, addig a színpadon zenei és táncos előadások váltották egymást. A délelőtti esemény szervezői igyekeztek olyan programokat szervezni, amik hosszú órákon át lekötötték a vendégeik figyelmét. Ha körülnéz az ember, akkor látja, hogy van itt aztán mindenféle földi jó. Tehát van meleg teja, kóstoltatunk fánkot, van óriás memóriajáték, van arcfestés, kézműves foglalkozás, lehet kreatívkodni, van ilyen kis minibaba játszónk, fotófalunk, nagyon menő mesehősökkel és ismert rajzfilm karakterekkel. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ vasárnapi programján több százan fordultak meg.